Egy légitársaság mindennapjait mutatja be, a közmédia új tévés sorozata, a címe az lesz, hogy Fapad. 24 részt forgatnak, a tervek szerint októberben lehet majd látni az elsőt az M1-en. Például Anger Zsolt és Dobó Kata is játszik majd benne. 16:52. Nem mindennapi helyszínen és nem mindennapi díszletben forgatják a Fapad című új sorozat jeleneteit. Például ebben a repülőgép utasterében. A történet ugyanis egy légitársaság mindennapjait mutatja be, az alapítástól egészen addig, ameddig egy vizsgálat miatt fel nem merül a társaság bezárása. A főszerepet a Hacksonből ismert Anger Zsolt játsza, a további szerepekben pedig mások mellett Lengyel Tamás és Janklovics Péter is megjelenik. Ő szép, én pedig értek a repüléshez, viszont cukorbeteg vagyok és allergiás. Péternek minden szavával egyetértek. Annyit tennék hozzá, hogy szerepem szerint én nem csak szép vagyok, hanem rendkívül intelligens is. A vígjáték sorozat 24 részből áll, de mindegyik egy különálló történetet mutat be, így azok is bekapcsolódhatnak a sorozatba, akik esetleg nem látják valamelyik részt. Felhők között nincsen veszély, repülőnkre ön is ráfér. Hogyha annyit fog a közönség nevetni, vagy csak tényleg annyit, vagy fele annyit, mint amennyit mi mondjuk forgatások alatt közben, előtt, után, akkor már nyert ügyünk van szerintem. A Fapadban dokumentumfilmszerűen mutatják be a fiktív történeteket. A sorozat producere szerint hasonló produkció jelenleg nem készül Magyarországon. Ez egy teljesen eredeti új ötlet, én azt hiszem, hogy ez külföldön is sikeres lesz, és hogyha meglátják és megszeretik a nézők, akkor az már nekünk egy komoly siker. A sorozat októbertől lesz látható az M1-en.